A Szekszárdi Bartina Néptánc Együttes tagjai is felléptek az Agrárminisztériumhoz tartozó Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakiskola tanévnyitóján, ami egyben a hazai agrárszakképző iskolák országos tanévnyitója is volt. Fülöp Monika, az intézmény igazgatója évnyitó köszöntőjében arról beszélt, hogy az iskolában komoly fejlesztések kezdődnek 2020-ban. Energetikailag megújul a sportcsarnok, a gazdaasszony képző, a kertészeti épület, a géptanterem. Ezek a munkálatok sok nehézséget fognak okozni, de megéri. Hiszen modern, energiatakarékos épületekben, tantermekben folyhatnak majd a tanulók. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy hatalmas megtiszteltetés Szekszárdnak és a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnáziumnak, hogy itt rendezték meg az országos tanévnyitót. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly elismerése annak a 93 évnek, amely az iskola mögött van, és nagyon komoly elismerése az itt dolgozó pedagógusoknak, szakoktatóknak, dolgozóknak és a diákoknak is, hiszen ha egy fenntartó, egy országos tanévnyitót ebben az intézményben tart, ez azt is jelenti, hogy odafigyel az intézményre. A tanévnyitón Nagy István agrárminiszter is részt vett. Ő arról beszélt, hogy az elmúlt években a hazai agrárágazat legfontosabb stratégia eleme az oktatás lett. Az agrárszakképzés nem csak az agrárágazatok munkaerő igényét hivatott maximálisan kiszolgálni, hanem aktív, innovatív szereplőivé válik a 21. századi magyar mezőgazdaságnak. Célunk, hogy az agrárképzést választók karrier lehetőséget lássanak a szakképzésben, és az agrárium visszanyerje méltó presztízsét. A tanévnyitó végén 7 agrárszakképzőiskola képviselői vehettek át egy-egy új oktatótraktort a szaktárcától. A nehéz gépekből a szekszárdi Csapó Dániel szakgimnáziumba is jutott.